Egy különleges kerékpár, apró robotok és űrkutatási eszközök. Többek közt ezekkel ismerkedhettek azok, akik ellátogattak péntek este a Kalocsai Dózsa György Az intézmény első alkalommal csatlakozott a kutatók éjszakája elnevezésű országos kezdeményezéshez, mely alkalomból három előadással készültek. Maga a kutatók éjszakája az ugye egy 2007-es Európai Uniós kezdeményezés, és Magyarországon gyakorlatilag az első évek óta megszázszorozódott ott a program, illetve most már két napossá vált. Számunkra ez egy első alkalom idén, és valamikor tavasszal úgymond döntöttük el, hogy szeretnénk ebben részt venni. Miközben a LEGO robotoknak a máshoz, miközben Baksa tanár úrnak a Názához, mitől lesz zöld a konnektorban az áram, mi az a mikrobit és mit keres Kalocsán? Ezekre a kérdésekre keresték a választ az iskolában. Van egy kollégám, Baksa László, aki még annak idején, 2008-ban, amikor egyetemista volt a Pécsi Tudományegyetemen, egy NASA projekten dolgozott, a 22 d nevű mars járó robotnak egyfajta prototípusát készítette el. Nem ő, hanem egy tímben volt benne, de ő akkor már részt vett 2008-ban egy Pécsi kutató éjszakáján, úgyhogy tulajdonképpen egy picit leporolva, de azt az előadást fogják majd látni, illetve hallani a hozzánk betérők. Továbbá a környezetvédelem, a robotika, a Lego robotok és a mikrobitek is nagy szerepet kaptak az előadásokon. A mikrobit pedig azért érdekes, mert világszinten nagyon-nagyon elterjedt, és gyakorlatilag bizonyos országokban óvodások használják. Ez egy ilyen gyufás méretű pici eszköz, borzasztóan egyszerűen működik, bluetooth sal akár okostelefonhoz, tablethez csatlakoztatható, vagy USB-n keresztül számítógéphez, és egy külső program segítségével, szoftver segítségével lehet különböző programokat beletáplálni ebbe az eszközbe. A programokra diákokat és hozzátartozóikat várták elsősorban bármely korosztályból, akik érkeztek is szép számmal. Az iskola jövőre is tervezi a folytatást.